követően biztosan tudunk majd szinte minden sportágban olyan, legalábbis olyan sportágban, ami nálunk van, olyan eseményeket szervezni, amely méltó figyelmet tud adni. Hetedszer rendezik meg idén a Sillai László birkozó emlékversenyt, az egykori kiváló sportoló emlékére. A 2007-ben elhunyt Sillai László a legeredményesebb győri birkozó volt, aki a Győri Dózsa versenyzőjeként 1967-ben Bukarestben világbajnok lett, és részt vett a mexikóvárosi olimpián és két Európa-bajnokságon is. A mára-már nemzetközi viadallá alakuló sporteseményre, amelyet idén először már a Győri Atlétikai Klub szervez, nagyjából 300-350 birkózót várnak. Itt kisgyerekekről, utánpótláskorú versenyzőkről van szó, akiktől természetesen várunk eredményeket a tisztes helyetálláson túl, de nem szeretném, hogy tizenéves kisgyerekekről olyan plusz terhet rakjunk, győzelmi kényszert. Azt azért el kell mondani, hogy az elmúlt években a versenyzőink sorra megnyerték a Sillai László emlékversenyt. Én bízom benne, hogy a verseny végével ugyanilyen hasonlóan szép eredményekről tudunk majd beszámolni. A birkózó verseny nívóját bizonyítja, hogy évről évre többen neveznek, nem csak hazánkból, hanem Szlovákiából és Ausztriából is jönnek birkózók, hogy megmutathassák erejüket és azt, mennyit fejlődtek egy év alatt. Három külföldi csapat Szlovákiából, onnét kettő is a Dunaszerdahely, illetve a Komárno, Csehországból a Hodonin, ahova már rendszeresen járunk egyébként versenyre, illetve most többszöri felkéréseim, már többször keresgéltem őket most végre, Ausztriából a Mörbisnek a csapata, illetve hát ugye a Magyarországnak a összes csapata, szerintem ugye már a magyar bajnokság miatt is, ami ugye vasárnap kerül megrendezésre, így a szombati versenyre is azok a csapatok, eddig a Alföldről, Abony, Tiszacsege, tehát akik egyébként nem szoktak eljönni, azok most itt lesznek a szombati megmérettetésen is. A viadalról természetesen nem hiányozhatnak a gyaszbirkózói sem, akik nagyjából 20-an fognak részt venni, és többektől várnak dobogós helyezést. Hogy hogyan is szerepeltek a győri sportemberek, illetve hogyan zajlott a birkózó viadal, arról jövő heti híradónkban beszámolunk.